Hát legelőször is oszlassunk el egy-két mitoszt a kétnyelvűséggel kapcsolatban. Nem tudom, hogy az itt ülők hogyan gondolkoznak a kétnyelvűségről, de a laikus ember mondjuk 20 évvel ezelőttig, amikor én elkezdtem a kétnyelvűséggel, 20-25 évvel ezelőttig, amikor én elkezdtem a kétnyelvűséggel foglalkozni, akkor még úgy gondolták, hogy ugye a kétnyelvű az két egynyelvűnek az összege. Köszönöm szépen. Tehát aki két nyelven beszél, annak mind a két nyelven tökéletesen kell tudni beszélni, és akkor lesz valamiféle értékes ember és értékes kommunikátor. Ennek a részleteiben nyilván nem tudunk belemenni, de abba mindenki nyugodjon bele, legyen szíves, hogy a két nyelvű az nem két egynyelvűnek az összege, hanem a két nyelvű egy teljesen sajátos konfigurációjú egyén, aki bizonyos területeken az egyik nyelven tud jobban beszélni, másik területeken a másik nyelven tud jobban beszélni, sőt, vannak az életének olyan periódusai, amikor az egyik nyelven domináns, aztán ha megváltoznak a körülményei, akkor másik nyelven lesz domináns. Tehát semmiképpen nem várhatjuk el, például ebből következik az sem a két nyelvűtől, hogy csak azért, mert tudjuk, hogy ő beszél egy másik nyelvet is, akkor kiállítjuk tolmácsolni valahova. Mert lehetetlen helyzetbe hozzuk, mert nem kétnyelvű szótárként működik az agy, hanem a nyelvhez, a témához, a személyhez kötődően történik meg a nyelv elsajátítás és a nyelvi kiteljesedés. Ennél fogva, hát amúgy is a tolmácsok meg a fordítók azok bizonyos képzésen esnek át ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát arra se gondoljon senki, mert nekem még annak idején mondott ilyet az angol tanárom óra végén, amikor kérdeztem tőle valamit, hogy ez a szó hogy van angolul, akkor visszakérdezett, hogy azt hiszed, hogy két lábon járó szótár vagyok. Tehát nem két lábon járó szótárak a kétnyelvűek sem. Bizonyos dolgoknak megvan az ekvivalense, a másik nyelvben más dolgoknak meg nincs, esetleg egész másképp fejezik ki. A következő dolog, ami csodálatos a kétnyelvűek, illetve a két és több nyelvűeket vizsgálva, hogy olyan csodákra képesek ezek az emberek, hogy annak ellenére, hogy két vagy több nyelv birtokában vannak, tehát az agyukban állandóan ott van a két vagy több nyelv, mégis meg tudják csinálni azt a csodát, hogy egyszerre csak egy nyelven beszéljenek. Tehát egy folyamatos agyi munka következménye az, hogy bár az agyukban ott van a két vagy több nyelv állandóan, ami közül egyiket sem lehet kizárni, mert az mindig ott van, mégis meg tudja csinálni azt az egyén, hogy csak egy nyelven beszél. Ha meg úgy hozza a szükség, akkor át tud váltani a másik nyelvre. Tehát olyan bravúrokat tudunk megcsinálni, mármint tudnak a két és több nyelvűek megcsinálni, amire ugye az egynyelvűek rácsodálkoznak, hogy ezen nem szoktunk, egynyelvűek azon nem szoktak csodálkozni, hogy csak egy nyelven is tud beszélni, de hogyha most belegondolunk abba, hogy az egyének az agyában ott van tényleg állandóan az a két, három, négy, Isten tudja hány nyelv, mégis tudja magát úgy fegyelmezni, hogyha egy magyar egynyelvűvel beszél, akkor csak magyarul beszél, és nem fogja behozni a másik nyelvet. Néha előfordul, de annak megvan az oka. Igyekeznek elkerülni. Tehát egy rettentő erős nyelvi kontroll működik például akkor, hogyha a két nyelvű egy nyelvűvel beszél, és az a nyelvi kontroll rögtön megszűnik akkor, hogyha a két nyelvű egy olyan két nyelvűvel beszél, aki ugyanazt a két nyelvet beszéli. Biztos hallottak már, vagy saját maguk is tapasztalták azt, hogyha két nyelvűek beszélgetnek egymás között, akkor elszabadul a pokol, tehát akkor igazából nem foglalkoznak azzal, hogy most melyik nyelven is kezdtünk el beszélni, hanem oda-vissza váltogatnak. A két nyelv hat egymásra, egyszerűsítsünk, akkor most a két nyelvűségről beszélünk, de ugye ez vonatkozik a több nyelvűségre is, csak az egy lényegesen komplexebb folyamat. Tehát a két nyelv állandóan hat egymásra, aminek mondjuk az explicit formája az, amikor át is vált valami miatt betüremkedik a másik nyelv, de az implicit formája az, amikor olyan furcsaságokat mond valaki. Tehát megmarad az első nyelvnél, ami a kommunikáció nyelve, de mégis mond néha olyan szerkezeteket,
amitől úgy fennakad az egynyelvűnek a szeme, hogy mi van? Mit mondott? Holott nem történt semmi más, csak szerkezeti szinten, morfológiai szinten, vagy szemantikai szinten betüremkedett a másik nyelv az első nyelvbe, viszont megmaradtunk az első nyelvnek a szavainál, tehát nem váltottunk át a másik nyelvre. Hát így, nyilván ennek köszönhető az akcentus is, tehát olyan ember, aki egyébként akcentusmentesen beszél a másik nyelven, és egyszer csak valami fáradtság, rosszul lét, vagy túl nagy boldogság, vagy bármilyen lelkiállapotbeli változás előidézheti azt, hogy hirtelen elkezd akcentussal beszélni. Utána alszik egyet, kipihente magát, és semmi akcentus nincs, tehát minden rendben van. Kódváltás, amiről beszélt, mindegy, részletekben nem megyünk. Illetve hát megyünk, csak egy kicsit később. A beszédviselkedést nagyon meghatározza a beszédben résztvevőknek a nyelvtudás szintje. A két nyelvűnek folyamatosan azt kell feltérképeznie, hogy a beszélgető társa az vajon beszéli-e az ő másik nyelvét, és ha igen, akkor azt milyen szinten. Tehát meddig lehet elmenni abba, hogy átváltunk a másik nyelvbe, mikortól ez nem illik, vagy nem kívánatos, mert egyébként megbántjuk a másik nyelv beszélőjét, mert hogyha úgy váltunk kódot, hogy mondjuk nem volt szándékos, és a beszélgető társunk pedig nem tudja megérteni, hogy miért váltottunk kódot, akkor ez többféle zavart okozhat a kommunikációban. Egyrészt rosszul érzi magát a másik fél, másrészt esetleg úgy érzi, hogy lenézik, hogy vagy ki akarják zárni a kommunikációból, ezért váltanak át a másik nyelvbe. Tehát ennek ilyen szociálpszichológiai okai vannak nyilván, ami miatt a két nyelvűnek nagyon tapintatosan, nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan választja meg a nyelv használatát. Nagyon érdekes kérdés az, hogy a kétnyelvűséget azt egyenrangosítani szokták a két kultúrájussággal. Tehát a laikus ember úgy gondolja, hogy aki kétnyelvű, az egyben két kultúrájú is. És ezek a laikus emberek ebből a feltételezésből aztán eljutnak odáig, hogy aki két kultúrájú, aznak ilyen identitás problémái is vannak. És ennek nagyon sok negatív hatása van a két nyelvűekre nézve. Ahelyett, hogy örülnének annak, hogy beszélnek két nyelven, és két kultúrához kötődnek, két kultúrában otthon vannak, az egynyelvű laikus megítélése szerint ő valami hogy meghasonlott személyiség, ugye? Tehát ő maga nem tudja, hogy most ő magyar vagy angol, vagy magyar vagy román. A magyar egynyelvű az ilyen egyéneket megítélve miért észreveszi, hogy mondjuk a Romániában élő magyar az valamilyen szinten kötődik a román kultúrához is, és beszéli a román nyelvet is, abban a pillanatban a magyar egynyelvű azt a magyar-román kétnyelvűt le fogja románozni, ugye? Jönnek az Alföldre a románok dolgozni, nem a románok jönnek. Mindegy, tehát itt a magyar kapcsán nagyon-nagyon sok negatív példát tudunk felhozni, ami egyébként ezeket a kétnyelvűeket eljuttatja odáig, hogy szégyellik azt, hogy kétnyelvűek, és inkább letagadják azt, hogy a másik nyelvet is tudják, de nem tudom, hogy ez mire jó. Tehát igazából azt kellene felfogni mindenkinek, hogy a kétnyelvűség az valamiféle áldás. Az jó. Az jó, ha nem csak egy nyelven tudunk kommunikálni, hanem egy másikon is. Az jó, ha nem csak egy kultúrában tudunk tájékozódni, hanem egy másikban is. Sokkal gazdagabbak vagyunk tőle, sokkal szebb és színesebb lesz az életünk tőle. Az én kedvenc meghatározásom a kétnyelvűséggel kapcsolatban François Grosjeané, aki egyébként zárójel június 10-től 14-ig lesz a 20. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem,
és Grozsán is jelen lesz, és egy órás előadást fog tartani, utána pedig egy órás vita lesz vele, ami óriási dolog volt már nálunk korábban is. Ő egyébként pszichológus, és a funkcionalitás szempontjából fogja meg a kétnyelvűséget, itt látható a meghatározása. Kétnyelvű nem kettő vagy több teljes, vagy nem teljes egynyelvűnek az összessége, hanem sokkal inkább egy specifikus és teljesen kompetens beszélő hallgató, aki kifejlesztette kommunikatív kompetenciáját, amely egyenértékű az egynyelvű kommunikatív kompetenciával, de természetében merőben különbözik attól. És tovább megy, a kétnyelvűség két vagy több nyelv rendszeres használatát jelenti, és kétnyelvűek azok az emberek, akiknek a mindennapi életükben szükségük van mind a két nyelvre, és ezeket használják is. Tehát se arról nincs szó, hogy tökéletesen kell tudni mind a két nyelvet, se arról nincs szó, hogy kétnyelvű családba kell születni, mert csak gyerekkortól lehet kétnyelvűvé válni. Egész egyszerűen a funkció szempontjából közelíti meg a dolgokat, és egy nagyon szemléletes példával, a gátfutó hasonlattal elmagyarázza, hogy a kétnyelvű egyén az körülbelül ugyanaz, mint a gátfutó a sportban. A kétnyelvű egyén egyesíti magában mind a két nyelvnek a készségeit, mind a két nyelvnek az ismeretét, és ettől lesz egy kerek egész, ugyanúgy, mint a gátfutó, a rövid távfutásnak, meg a magasugrásnak a képességeit egyesíti magába. És óva int attól, hogy a gátfutónak a rövid távfutás idejét összehasonlítsuk a rövid távfutó idejével, mert ha ezt megtesszük, akkor nyilván sokkal rosszabb eredmény lesz. És attól is óvaint, hogy a gátfutónak a magasugrási képességét, vagy készségét összehasonlítsuk a magasugróéval. És ugyanezt kell a kétnyelvűségben is csinálni. Tehát egy kétnyelvűt nem szabad összehasonlítani egy egynyelvűvel, és ez különösen igaz a pedagógusokra, az iskolában, amikor mérik, meg az óvodás gyerekeket, amikor az iskola érettségi teszteket csináltatják velük, és a kétnyelvű gyerekekkel nem tudnak mit csinálni, azonnal küldik a nevelési tanácsadóba, és kimondják róluk, hogy ezek nem normálisak. A nevelési tanácsadó abszolút nincs felkészülve arra, hogy egy kétnyelvű gyereket hogy kell tesztelni, ezért rögtön kiírja az összes létező ilyen terápiát, hogy mi mindent kell csinálni ezzel a gyerekkel, hogy normális legyen, és a normális az azt jelenti, hogy úgy működjön, mint egy magyar egynyelvű gyerek. Holott soha nem fog úgy működni, mert eleve nem olyan. A komplementer elv az azt jelenti, hogy amiről az elején beszéltem, hogy bizonyos témákról az egyik nyelvben tudunk beszélni, más témákról a másik nyelvben tudunk beszélni. Ha valaki nyelvszakos, akkor tudja nagyon jól, hogy szigorlat előtt, angol irodalomból, kint a folyosón, ha azt a beszélgetést valaki fölveszi, figyeli, stb., nyilván angolul beszél mindenki, annak ellenére, hogy magyar anyanyelvű, úristen, ezt tudom, ezt nem tudom, és akkor mondják egymásnak, de mindent angolul fognak mondani, mert arra van szüksége. Jó. Ez csak ilyen szemléltetésként, hogy lássuk, hogy a makákómajom, a csimpánz és az embernél az agyban milyen intenzitással vesznek részt az idegi rostok a kommunikációban. Látjuk, hogy szépen vastagodik, meg szépen bonyolódik a helyzet, ugye, mire az emberhez érünk. Következő ábrán azt látjuk, hogy milyen agyi területek aktívak akkor, ha egy nyelven, illetve ha két nyelven beszélünk, a lila folt, lehet látni? Igazából lebújnék ide. Jó. Tehát a lila folt az azt az agyi területet mutatja, ami aktív akkor, amikor egy nyelven beszélünk, és a zöld folt, ugye ez a két, ez a bal agyfélteke, ez pedig a jobb agyfélteke, a zöld foltok pedig azok a területek, amik aktiválódnak akkor, amikor két nyelven beszélünk. Ebből világosan egyértelműen látható, hogy sokkal aktívabb az agy a kétnyelvűeknél, a többnyelvűeknél is nyilván,
Tehát mindez ugye azt vonja maga után, hogy az agyunknak sokkal nagyobb részét, sokkal intenzívebben használjuk, mint a két és több nyelvűek, mint az egynyelvűek. Hát a kétnyelvűségnek az egyik alapkérdése az az, meg hát a laikusok is szoktak ezen gondolkozni, hogy akkor hogyan van az az agyba, hogy akkor itt van a magyar, itt meg az angol. Tehát, hogy a beszédcentrum közös, nem közös, közös tárolás van, vagy elkülönült tárolás van, vagy egyáltalán hogyan birkózunk meg a két nyelvvel az agyban. Erre a mai napig nincs végleges válasz, de próbálkozunk sokféle szempontból. A kétnyelvűség kutatás az körülbelül, tehát így a pszicholingvisztikai része, tehát hogy az agyban milyen mentális folyamatok meg azok hogyan történnek, ez mondjuk ilyen 30, közel 40 évre tehető. De nyilvánvalóan 40 évvel ezelőtt még csak megfigyelés, meg jegyzetelés, meg ilyenek, ilyen módszerekkel tudtunk dolgozni. Később jöttek a pszicholingvisztikai kísérletek, amikor mindenféle trükkös kísérleteket összeállítottak a kutatók, és akkor ezeket a teszteket vagy kísérleteket meg kell csinálni a két nyelvűeknek, és akkor ebből levontak valami következtetést a kutatók. Aztán elővették a többnyelvű afáziásokat, ugye afáziások azok, akik valamilyen agyi sérülés következtében beszédvesztést szenvednek el, és akkor, hogy most akkor vajon, aki afáziás lesz, egy többnyelvű afáziás, az az összes nyelvében veszít, vagy csak az egyikben. Ha az összesben, akkor egységesen tároljuk a nyelveket, ha csak az egyikben, akkor elkülönülten tároljuk a nyelveket. Szóval sokféle ilyen következtetést próbáltak le, mert semmivel nem mentek semmire, mert még az afáziásokból is kiderült, hogy ötféle gyógyulási minta van, és azok között van olyan, ami az egységest, van olyan, ami az elkülönültet erősíti. Viszont mára eljutottunk odáig, hogy nálunk egy kicsit fejlettebb világban, de azért már az MTA TTK képalkotó központjában is van, efemeris lehetőség. Tehát, hogy most már nem kell postmortem, meg nem kell afáziások, meg nem kell találgatni a tesztek alapján, hogy akkor most vajon mi az igazság, hanem látjuk képalkotó eljárásokkal, hogy valójában tényleg mi zajlik, milyen agyi területek válnak aktívvá a két nyelv használata során. Tehát épp beszélő, hallgató, kétnyelvű befekszik az MR-be, adnak neki tesztfeladatot, és közben mutogatják az agyi aktivitást, tehát hogy milyen területek aktívak. Sajnos még ezekkel a módszerekkel sem jutottunk a dolgok végére, de már odáig eljutottunk, hogy bizony a tárolásnak vannak befolyásai. Tehát az, hogy valaki hogyan tárolja a nyelvet az agyában, vagy a nyelveket, az agyában annak vannak meghatározó, befolyásoló tényezői. Ilyen például az életkor, hogy milyen életkorban vált valaki kétnyelvűvé. De ilyen a nyelvtudás szint is. A nyelvvel tehát nyilván minél folyékonyabban beszél valaki a másik nyelvén, az úgy egyre közelebb van a tárolása a két nyelvnek. A nyelvtanulás kezdetében jobban elkülönülnek a nyelvek egymástól. A nyelvvel sajátítás módja természetes úton sajátította el valaki a másik nyelvet is, vagy pedig iskolában, formális keretek között. De a kutatások arra is rámutattak, hogy még a szavak jellege is meghatározó, hogy azt most közösen tároljuk, vagy nem közösen. És például nagyon érdekes, hogy ha azt a szót mondom, hogy apa, akkor ugye az teljesen mindegy, hogy milyen nyelven beszélek az apáról, mindenki tudja, hogy mi az apa, mindenki szemantikailag és konceptuálisan fel tudja bontani ennek a jelentéstartalmát. Következésképpen ezt összetetten tároljuk. De ha azt mondom, hogy szabadság, akkor a magyar számára ezt jelenti a szabadság, az afgán számára azt jelenti a szabadság, az amerikai számára meg azt jelenti a szabadság. Tehát igazából ugye ott van valami közös, hogy azért úgy mindenki úgy körülbelül le tudja írni, hogy mi az, hogy szabadság, de aztán ott vannak olyan egyéb szemantikai jegyek, amik szétválnak nyelvenként, tehát ezeket nyilván elkülönülten tároljuk. Tehát a konkrét valóságot kifejező főnevek, azok tárolása azok inkább összetett,
míg az elvont főnevek azok pedig inkább koordináltan, tehát egymás mellé rendelve tárolódnak. Jó. Egy kicsit szétmosódott ez az agyszelet, ez egy MR kísérletből szedtem ki. Gyakorlatilag ez a terület, az úgynevezett Broca terület, ez az, ami a legaktívabb a része az agynak akkor, amikor beszédet hozunk létre. Jó, tehát a beszédprodukciónál ez itt ki van nagyítva. És itt egy török-angol kétnyelvű egyénnel hajtották végre a tesztet, szófelismerési teszt volt, és azt nézték, hogy amikor a török szavakat vetítették neki, akkor melyik agyi terület volt aktív, amikor az angol szavakat, akkor melyik agyi terület volt aktív. És azt látjuk, hogy igazából ugye a piros a török, a citromsárga az angol, és itt középen látunk egy nagy pacnit, ami meg narancssárga, ami pedig a közös terület. Tehát ez megint azt erősíti meg, hogy a nyelvben vannak olyan elemek, amiket közösen tárolunk, a nyelvekben vannak olyan elemek, amiket közösen tárolunk, és ugyanakkor vannak nyelvspecifikus elemek is. Erre egy sematikus ábra itt, tehát hogyha megnézzük a fogalmi szintet, amihez kapcsolódik az első nyelv, kapcsolódik a második nyelv és azoknak a szavai, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak, tehát hogy a két nyelv a fogalmi szinttel milyen kapcsolatban van, ezt próbálja mutatni ez az ábra. Lehet, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik, de nem az. De először is vannak közös kategóriák, mint az apa például, meg az autó, meg a villamos, meg a stb. Ugye ezzel nincs probléma. De ugyanakkor vannak konceptuális szinten, vannak olyan kategóriák, amik csak az egyik nyelvre jellemzőek, és vannak olyan kategóriák, amik csak a másik nyelvre jellemzőek. Mindig az oroszból szoktam hozni mindig a fortocskát. Valaki beszél oroszul, vagy tanult valaha oroszul? Jó, tehát ugye mi a fortocska? Nyomnoska, de ott van a fortocska, amire nincsen magyar szó. Mi az a fortocska, aki hátrányos helyzetű és nem tanult soha oroszul, bár én se az iskolában tanultam ezt meg. Ugye az ablakon fölül van egy pici ablak, ami ha különösen hideg van, hogy ne kelljen kinyitni az egész ablakot, ugye, mert azért ott kint azért szokott lenni rendesen tél, és akkor egy ilyen pici kis szellőztető ablak. Nos, erre nincs kifejezés a magyarban, tehát nyilván ez egy második nyelvi speciális kategória, tehát itt erős ebben az esetben a második nyelvnek is a kapcsolata a fogalmi szinttel. De hogyha valami olyan dologról van szó, ami mindkét nyelvből elérhető a fogalmi szinten, ott akkor a feltételezések szerint mindig a domináns nyelvtől függ, hogy melyik nyelven érünk el a konceptuális szinthez, hogy melyik nyelvből vagyunk éppen erősebbek. Azt elfejtettem az elején mondani, pedig ez is egy fontos dolog a kétnyelvűséggel kapcsolatban, hogy ez nem egy állandó állapot. Tehát nem egy stabil állapot, ez nem azt jelenti, hogy én mindig ugyanolyan szinten fogok tudni ezen a nyelven is, meg azon a nyelven is, mindig helyzettől függ, hogy mikor melyik nyelvnek a hatása ér minket többet, akkor az a nyelv lesz a domináns. Kiegyensúlyozott, kétnyelvű nincs. Vagy ha van, az hazudik, vagy festi magát, de nem. Vagyis egy tréningen átesett valaki, tehát a brüsszeli, EU-s tolmácsok, azok lehet, hogy kiegyensúlyozott, kétnyelvűek, de csak abban a témakörben, amiben ők ki vannak képezve. És komoly tanuláson mentek keresztül, és hosszú tréningeken mentek keresztül, mire eljutottak odaig. De aki az egészségügyi szektorban tolmácsol, ha megbetegszik a gazdász, és be kellene ugrani helyette, akkor biztos, hogy már nem menne a dolog. Jó? Na, azért vannak itt ilyen csúnya szavak, hogy transfer, meg átrendeződés, meg nem tudom én ilyenek, mert ez teljesen természetes, hogy ami a fogalmi szinten bennünk van, az esetleg megint csak valami véletlen folytán elröpült egy légy előttünk, vagy
egy hatalmas dörgés, vagy valami, ami úgy mentálisan egy pillanatra megzavart minket, akkor az könnyen előfordulhat, hogy mondjuk a második nyelvre jellemző kategóriát behozzuk az első nyelvbe. Jó? Vagy összekeverjük. Például az is egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk az orosz-angol kétnyelvű, ez egy klasszikus példa, az orosz-angol kétnyelvűeknél fordulhat elő olyan, hogy teljes értetlenségbe megy a dolog, akkor, hogyha a cup, ami az angol, tessék? Ne, azt tudom, hogy csésze, azt akarom mondani, hogy a cup az lehet, az nem csak csésze, a cup az lehet mindenféle anyagból, a cup az lehet műanyagból, lehet kerámiából, tehát különböző anyagokból, papírból, stb. Az oroszban a csáska, az csak kerámia lehet, igaz? Na most, hogyha valaki mondjuk egy műanyag pohárra véletlenül azt mondja oroszul, hogy vidd innen ezt a csáskát, akkor nézd, hogy hol van itt csáska. Tehát nem jön ő rá arra, hogy ja, ez itt egy konceptuális transfer volt nála, hanem... Jó. Jó. Hát itt van egy-két példa, ugye a közös kategóriákra, amit említettem, és aztán olyan nyelvspecifikus kategóriákra, ami egyszerűen kikényszeríti a kódváltást. Tehát sokszor a másik nyelvben sokkal frappánsabban, sokkal egyszerűbben lehet kifejezni valamit, sőt, mondjuk az ahhoz a kultúrához tartozó nyelvi elem esetleg nincs is meg az első nyelvben. Ilyen például ez a Strausel Küchen, vagy Kaffeezeit, nem tudom, én nem tudok németül, csak gondoltam, itt köztegen által jobban belopom a szívükbe magamat, hogyha hozok egy kis magyar-német kétnyelvűséget. De ezek interjúkból, tehát minden, ami döltbetűvel van, ez kétnyelvűekkel szerzett interjúkból részletek. Tehát magyarázza, hogy 4 órakor van a Kaffeezeit, Kaffee und Kuchen, mindenféle süteményeket kell lenni, az ember hízlalja magát. Tehát ugye elmagyarázza, hogy miről szól ez az esemény, ez a történet. És amit említettem, hogy ugye nagyon sok dolgot pedig közösen tárolunk, és ez nagyon sokszor szólehívási nehézségeket okozhat. Hogy hirtelen ott van ugye mindegyik nyelvnek a megfelelő lexikai eleme, és mondjuk nem biztos, hogy megtalálom rögtön az adott nyelvnek megfelelő lexikai elemet. Itt kérdeztünk egy kétnyelvűt, emlékszik-e valami nehézségről? Voltak, amikor hazajöttem Magyarországra a nyár végén, egy-két szó, amelyek hasonlóak a németben és a magyarban, mint például a kávé. Nem jutott eszembe magyarul, csak németül kávé. Van ilyen is. Itt további példák, Hamburg mellett volt egy Hof, mi az udvar, igen, Marktplatz, Vásártér, van ez a knödli, ez valami élesztőtésztás, gombóc, lehet édesen is és hússal, nagyon szeretik a főtt marhahúsokat, jó kis barna szószal, például ilyen Jäger szósza. Ugye? Tehát ezek óhatatlanul és kikerülhetetlenül, hogyha valamiféle kulturális darabról, vagy az adott kultúrához kötődő dologról szólnak, hogy megtörténik. Jó, az előbb említettem, hogy ugye a laikusok szerint még az is lehet, tehát egyik kitétel, hogy tökéletesen kell tudni a másik nyelvet, a másik meg, hogy olyan családba szülessen, hogy már gyerekkorától fogva tanulja, vagy elsajátítsa a másik nyelvet. Ez sem feltétel ahhoz, hogy a kétnyelvűség kialakuljon, de a kétnyelvűség kutatásoknak köszönhetően már eljutottunk odáig, hogy nem csak két kategória van, hogy szimultán meg egymást követő vagy konszekutív kétnyelvűség, hanem a szimultán, amit annak idején 3 éves kornál húztak meg, mindenki látott már újszülött csecsemőt, meglátott 3 éves gyereket, és körülbelül azt is tudja, hogy a 0-tól 3 évig a nyelvű fejlődésben mi minden zajlik le. Ugye? Tehát ez azt mondani, hogy egy 3 éves gyerek szimultán sajátítja el a másik nyelvet, akkor, hogyha 3 éves korában kezdi el a másik nyelvet, akkor az ugye elég nagy badarság. Na, éppen ezért a gyerekkori többnyelvűség kutatók azért megállapították azt, hogy még ezt a 3 évet fel lehet osztani
egyéb szakaszokra. És nagyon érdekes, hogy nem mindegy, hogy a gyerek egy hónapos korában kezd el a másik nyelvvel, vagy kezd a másik nyelv hatásainak kitéve lenni, vagy pedig egy éves korában, vagy három éves korában. Nem mindegy, hogy abban a periódusban, amikor a gyerek gőgicsél, akkor már eleve két nyelv hatása éri-e, vagy csak egy nyelv hatása. Mert ha két nyelv hatása éri, akkor már két nyelven gőgicsél a gyerek. Ha csak egy, akkor úgy maradt, akkor egy nyelven, és akkor az a gőgicsélési periódus, ha később kezdi el, tehát mondjuk másfél éves, vagy két éves korában kezdi el elsajátítani másik nyelvet, akkor már nem fog elkezdeni gőgicsélni a másik nyelven, holott ugyanazokat a nyelvfejlődési szakaszokat fogja átélni. De a gőgicsélés helyett látott már valaki ilyen pici gyereket? Mikor rájön arra, hogy vannak, akik nem úgy beszélnek, mint én? Mit csinálnak? Halandzsáznak, abszolút. Tehát tökéletesen, hogy a gőgicsélésnek mi a funkciója? Az a funkciója, hogy a körülöttünk levő nyelvnek a ritmusát, dallammenetét, tempóját, stb. A hangjait próbálgatja, stb. És ezek a pici gyerekek, ezek valóban akkor elkezdenek halandzsázni, és akkor szentül hiszik, hogy ő beszél a másik nyelven. Pedig hát ugye azt csinálja csak, amit egyébként a csecsemők csinálják, és akkor nem nevetünk rajtuk, hanem örülünk, hogy milyen aranyosak. Jó. Na van ez a kódváltás, ami az egynyelvűek szempontjából ugye nagyon nem helyeselt viselkedésforma, de erről nagyon sokszor a kétnyelvűek nem tudnak, hogy ők kódot váltak. Tehát észre se veszik, hogy másik nyelv valahogy betüremkedik az első nyelvbe. A kódváltásnak az előfordulása az függhet a témától, függhet a személytől. Itt is látunk ilyen vallomásokat, tehát azért használok olyan sok angol szót, amikor francia nyelvűekkel beszélek itt, mert nehéz az itteni életemre, ami az USA-ban van, vonatkozó dolgokról nem angolul beszélni. Vannak kifejezések, amit egész mondatokkal lehet csak megmagyarázni franciául. Ugye extra probléma, extra teher, hogy gondolkozni azon, hogy most akkor ezt hogy is kell a másik nyelven mondani. Függ a személytől is, ha egy másik orosz-angol két nyelvűvel beszélek, nem figyelek annyira a nyelvre, és gyakran váltok. Ugyanezt történik, ha fáradt vagyok, izgatott vagy mérges. Ez megtörténhet mondathatárok között, vagy mondatrészek között is, és megtörténhet prozódiai határokon is. Mert valakit idézünk. Ha valakit idézünk, aki a másik nyelven mondott valamit, akkor nagyon sokszor megtörténik a kódváltás, hiszen akkor szó szerint akarjuk idézni. Ahhoz, hogy ilyen kódváltás előforduljon, ez nagyon érdekes, kiegyensúlyozott nyelvtudás nem kell. Tehát már az is előfordulhat, hogy valakinek nagyon limitált a nyelvtudása a másik nyelvbe, mégis bizonyos szavaknál átvált, vagy bizonyos kifejezéseknél átvált. Ez ilyen pragmatikai erővel bír, tehát maga a két nyelv ugyan nem tudja megmagyarázni, hogy ő miért váltott át a másik nyelvre, de mi megtudjuk, tehát azért a nyelvészek, a kétnyelvűség kutatók megtudják. Mutatok egy-két ilyen kódváltásos beszédet, és nézzük meg, hogy mi az érdekes benne. Az ő felesége, ilyen interior decorator, nem tudom mondani. Nem tudom, ugye ezt rájön, hogy nem tudja mondani. Polyester, nem polyester, hanem vatta. Cotton, ilyen kind és ilyen worn. Jó? A londoni egyetemen belül van egy kis úgynevezett college, kollégium. Szeretné ő magyarul mondani, de mindenki tudja nagyon jól, hogy a college és a kollégium köszönő viszonyban sincs egymással, tehát egyáltalán nem azt jelenti. És amit megfigyelhetünk, mindenhol zölddel, ott vannak ezek az úgynevezett diskurzus jelölők, ami azt mutatja, hogy fú, most baromira keres a mentális lexikonában nagyon, hogy is van ez a szó, de addig is mondani kell valamit, és akkor jönnek ezek a töltelékszavak, hogy ilyen, meg úgynevezett, meg tudod, meg nem tudom én. Ezzel is időt nyerünk, ugye, hogy tervezzük, és keresgéljünk a mentális lexikonunkban, hogy hogy is van ez a szó.
Ugyanez fordítva is megtörténhet, ugye szó igen, szó bent volt a pénz a bankomban. Meghívtam valakit, nézve, akkor magyar lenni, you know, ne segítsél. Ugye? Mit szappan sampú, amin olyan sok más tudod. Szóval, hogy mondom, mikik más, you know. Jó? Tehát ugye, hogy mondom, nem, még volt remény arra, hogy megtalálja, hogy is mondja, de hát aztán feladja, és akkor, hogy enyhítsen a dolgokon, a you know-t odarakja a végére. Nos, ezek ilyen, tehát ebből látszik, hogy ő nem akar kódot váltani. Ő próbálkozik. Itt vannak ezek a diskurzus jelölők. Mind jelöli. De mégsem jön össze, valahogy nem sikerül lehívni a megfelelő szót. Ezzel szemben van a kód keverés, amihez magas szintű nyelvtudás kell mind a két nyelvben, és itt már nincsen semmi pragmatikai erő. Tehát nem feszít, itt már nem azért vált át, mert hirtelen nem jut eszébe a másik szó. Fenéket. Itt már teljesen lazán beszél, nézzük meg a példákat. Olyan többszörösen ismétlődő kódváltásokról van szó, ahol szinte már a bázis nyelv is meghatározható. Már nem is tudjuk, hogy milyen nyelven kezdett el beszélni. Én heterosexual vagyok, én proud of it, tudod. Jó, vagy nem is attitude, hanem maybe his habits. Tehát nem nincs szintaktikai határon, nincs prozódiai határon sehol, egyszerűen folyik belőle. Az volt a feladat, hogy peanut butter and jam sandwich, how you make it, és akkor mindenki leírta. Egy private psychology person can make 100,000, 1 million dollár. Teljes. És hát ez a kedvencem, ez úgy gondoltam, hogy ez egy once in a lifetime experience. Ugye, tehát ez a once in a lifetime experience, ez egy annyira sokat mondó kifejezés, de ezt valaki egyszer megtanulta, akkor szerintem örök életében használja, mert... És mi ez magyarul? Egyszeri és megismételhetetlen, vagy nem tudom, tehát hogy? Egy életre szóló, még egyszerűbb is magyarul, és mégis ez úgy megkapaszkodik az emberben, ez a once in a lifetime experience. Említettük azt, hogy együtt jár, hány percem van egyébként? Mert most így ilyen 43-nál vagyunk az én órám szerint. Még van 15 percem, addig be is fogom fejezni. Jó. De hogyha már nagyon fárasztó, akkor abba tudom hagyni. De most jön az érdekes, most jön az igazán érdekes része szerintem. Amikor azt... Arról beszéltünk, hogy ugye sokszor a két nyelvűség, a két kultúrájúsággal is együtt jár. És ezt érdemes elolvasni, ezt az interjú részletet. Mindenki látja? Vagy olvassam fel? Mindenki. Én meg itt táncolok közben. Ez egy... Londonban született magyar szülők gyermeke. Mi az, hogy magyar fizetés? Aki 23 éves korában úgy döntött, hogy hazatelepszik. Ő már akkor megtehette. Eljött a 93, már gond nélkül haza lehetett jönni, és 23 éves korában hazatelepült Magyarországra, ezért van magyar fizetése. Meg magyar útlevele, de tehát itt gyakorlatilag ez a részlet, ez abszolút bemutatja azt, hogy valaki, aki a hivatalos életben tökéletesen megérteti magát angolul, mert ott élt 20 évig, ott kellett intézni dolgokat, érzelmileg magyarnak gondolta magát, én megölném. Ja, jó. Okay. Bocsánat. Köszönöm szépen, életet mentettünk, jó? Jó, de mivel otthon a szülői házban mindig magyarul beszéltek, magyar ételeket ettek, magyar szokásokat tartották, és ő otthon tudta, hogy ő magyar. Amikor eljött ide Magyarországra, akkor kiderült, hogy hát ő mégse 100%-os magyar, és ő nem saját magán vette ezt észre,
hanem a magyar honfitársai ébresztették erre rá, hogy te nem, mert... Nem beszélni magyarul. Ő beszélt magyarul, ami probléma volt, hogy miután a szülők 56-ba mentek el, ketten együtt, kapcsolat az anyaországgal olyan nagyon nem lehetett, a két fiatal egymás között használta az 56-os szlenget, ugye hát akkor ők akkor voltak fiatalok, és ezt megőrizték, és ez volt a kommunikáció nyelve, megszületett a gyerek, ő is ebbe az 56-os szlengben nőtt bele. És 93-ban, amikor ilyeneket mondott a barátainak itt Magyarországon, hogy hű de döfi ez a csaj, hát akkor persze, hogy mindenki megmosolyogta, tehát ő hiába akart felzárkozni az itteni 23 éves fiatalokhoz. Igen, hát az akkor már jött össze, mert akkor mindenki, és már várták, hogy na, mikor mond megint egy ilyen poént, ugye, hogy lehet gurulni a röhögéstől. Meg szokták bélyegezni az ilyen két kultúrájúakat, meg két nyelvűeket, hogy esetleg két személyiségük van, és ez ügyben szokták tesztelni is őket, hogy na most akkor ők hogy érzik, hogy megváltozik-e a személyiségük, hogyha a másik nyelven beszélnek, vagy nem. Hát van, aki úgy érzi, hogy megváltozik, van, aki úgy érzi, hogy nem. Tehát itt is vannak különbségek. De ezek nem személyiségzavar miatt vannak, hanem egyszerűen a nyelvben alkalmazkodnak a beszélgető partnerhez. Tehát amilyen nyelvi kultúrát képvisel a másik nyelv, abban alkalmazkodik a kétnyelvű, és akkor voltak ilyen tesztek, például nagyon érdekes, hogy orosz-angol kétnyelvűeknél, akik azt vallották, hogy ha oroszokkal beszélnek, akkor gyengédebben beszélnek, ha angolokkal, akkor üzletiesebben beszélnek. Vagy az arab-franciáknál az arab nők, ha arab nőkkel beszéltek, akkor tekintélyelvűek voltak, ha franciákkal beszéltek, akkor sokkal könnyedebbek voltak. Tehát nyilván ez, amit a kultúra magával hoz hozadékot, de ez nem azt jelenti, hogy az egyén van megőrülve, hanem ez azt jelenti, hogy pontosan tud adaptálódni az adott körülményekhez, hogy kikkel, hogyan, milyen szinten lehet beszélni. Sőt, még ilyen képértelmezéseket is csináltattak, de ugyanazt a képet mutatták meg, és kellett a franciául is megmondani, hogy ő mit lát a képen, meg angolul is megmondani. A francia változat az arról szólt, hogy a nő azt hiszi, hogy a férje megcsalja, könyörög neki, hogy ne menjen el. Az angol változat, ugyanaz a kép, pedig, hogy a férje munkainterjúra megy, feleség biztos, és ha sikerül, majd sokkal jobb lesz az életük. Jó. És említettem, hogy a nyelv és az identitás kérdése az másképp alakul a két és több nyelvűeknél, mint az egynyelvűeknél. Az egynyelvűeknél teljesen természetes, hogy amilyen nyelvet beszél, amelyik kultúrát képviseli, amelyik országban él, és ezt ugye az utóbbi időben nagyon meg is tanultuk, oda tartozik, és az az identitása, és azt a nyelvet beszéli. Na most... Az, hogy a kétnyelvűek hogyan ítélik meg magukat, nagyon sokan egyébként ezt nem is tudják értelmezni, ezt a kérdést, hogy most te milyen identitású vagy. Tessék elképzelni, hogyha valaki egy vegyes házasságban születik, az egyik szülő az egyik nyelvet beszéli, a másik a másikat. Az egyik kultúrát hozta be a családba, a másik kultúrát hozta be. Megünneplik a karácsonyt, ez szerint a kultúra szerint is, meg az szerint a kultúra szerint is. És egyszer csak a gyereknek fölteszik a kérdést, hogy na, akkor te most mi vagy? Miért kéne neki tudni megmondani? Kötődik mind a kettőhöz. Szóval ezek már más jellegű kérdések, ami egyébként szerintem lehet, hogy mindig is volt a történelemben, de most egy kicsit ez ilyen új hatással tűnik itt Európában, hogy hát van ilyen is, hogy valaki nem egy kultúrához tudja kötni magát, és nem egy identitást határoz meg, hanem hát vagy kettős identitása van, vagy egyszerűen azt mondja, hogy én kozmopolita vagyok, és mindenhol otthon érzem magam, és jól vagyok, és én ennek örülök. Az, hogy ők maguk a kétnyelvűek hogyan vélekednek a nyelv és az identitás összefüggéseiről, itt megint látunk példákat, látunk olyat is, hogy azt mondja, hogy más ember vagyok, amikor finnül, németül és angolul beszélek, de van olyan is, hogy... még ilyen metaforikus kifejezés is, hogyha a másik nyelven beszél, az olyan, mintha kabátot venne föl, hogy akkor az úgy nem ő az, nem ugyanaz az idegen.
Ami a nagyobb baj, az az, hogyha a körülmények megváltozása miatt a kétnyelvű egyszer csak észreveszi magán azt, hogy az egyik nyelvét már kezdi elveszíteni. A nagyobb probléma az, hogyha az első nyelvét kezdi elveszíteni, mert nincs lehetősége használni. Ugye egyre kevesebbet használja, és akkor, ha a saját magát, gátfutó, hasonlítja a expatriótákhoz, akik az egynyelvű volt társak, hogy azok mennyivel szebben meg jobban beszélnek, mint én már nem tudok, nem is tudok úgy beszélni, úgy érzi, hogy csökkentett személyiség azon a nyelven, ezért inkább már nem is használja azt a nyelvet, mert folyamatosan kudarc élménye van, ha nem használja azt a nyelvet, akkor egyszer csak el is veszíti, elfelejti azt a nyelvet. Jó, látunk itt is egy-két ilyen véleményt, hogy tehát még ilyen is, hogy a finn főnököm miatt sosem érzem magam nullának, vagy hülyének a német miatt mindig, tehát ez még ugye a munkahelyre is bevihető, hogy hogy ha nem az első nyelvemen követelnek tőlem, akkor más a helyzet. És hát itt van ez a nyelvvesztés, ami akkor következik be, hogyha nem használjuk az egyik nyelvünket. És itt egy olyan kétnyelvű beszél erről, aki akkor, amikor bekerült az új országba, az új családjába, akkor még természetes volt, hogy kódot váltottak, ugye? Mert mind a két nyelvet még egyformán beszéltek. És aztán egy idő után rájött arra, hogy már nem, már eltűnt a kódváltás, már nem vált, tehát már az első nyelvét egyáltalán nem használja. És hát az lett a szomorú vége, hogy az ő úgy érzi, hogy ugye egy csomó dolog már kiesett abból az ő első nyelvéből, ami számára teljesen természetes volt korábban. És itt megmagyarázzák, ugye, hogy miért természetes az, hogy az anyanyelvi kompetencia megsínli, ha távol élnek a hazától, és nem tudják használni az első nyelvet. Az identitás lehet kettős identitás, és például a kisebbségek számára teljesen természetes kellene, hogy legyen a kettős identitás. Volt egy nagyon bájos interjú, két idős magyarországi horvát nénivel csináltam az interjút, akik egymás között csak horvátul beszéltek mindig. Molnári nevű faluba, itt nem olyan messze Nagykanizsától, ott nőttek föl. 6 éves korukban tanultak meg magyarul, amikor elkezdtek iskolába járni. Horvát szokások szerint mentek férhez, minden, a ruhájuk is, meg stb. És akármit, akárhogy próbáltam őket rávenni arra, hogy valahogy a horvát már jöjjön ki belőlük, nagyon keményen tartották magukat a magyarhoz. De ugyanakkor minden, amit az életükben csináltak, az minden a horváttal volt kapcsolatos, és hát mondták is, hogy ők egymást, mind a kettő magyarországi horváthoz ment hozzá, tehát még a férjükkel is horvátul beszéltek állandóan. A gyerekek már aztán elkerültek otthonról, és azok már inkább magyarul. És olyan teljesen természetesnek, vagy nem éreztem természetesnek, de minden interjúnak az utolsó kérdése az volt, hogy és minek vallja magát. És így még mondtam is nekik, hogy hát teljesen fölöslegesnek tűnik föltenni a kérdést, hogy akkor ők minek vallják magukat. És teljesen természetes, hát mink magyarok vagyunk. Hogy? És azt mondták, hogy hát itt születtünk Magyarországon, magyar útlevelünk van, Magyarországon élünk, kész. Magyar személyigazolvány, mi magyarok vagyunk. Tehát meg se fordul a fejébe az, hogy ő magyarországi horvát, vagy hogy mondjuk horvátnak higgye magát. Na, ami még súlyosabb probléma, ugye, hogyha ilyen európai kisebbségekről beszélünk, ott még ilyen külső fizikai jegyek nem árulkodnak semmiről. De mi van akkor, hogyha valaki pakisztáni szülők gyermekeként születik Angliában, és jár az angol iskolarendszerbe, az angol gyerekekkel együtt, otthon ott van az urdu nyelv, mert azt csak urdu nyelven beszélnek, ott vannak a szokások, és közben a gyerek a társadalomban felszedi az angolt, és hát itt van egy ilyen konfliktus az apa meg a fia között, ugye, hogy
Tehát az apa az folyamatosan pakisztáninak akarta a gyereket, a gyerek pedig dacból, ugye csak azért is bejelentette, hogy már pedig ő brit. És az apa az muszlim volt, ő meg ilyen zavart volt, és igazából ő nem tudta, hogy mi. Tehát már egészen pici gyerek korától kezdve nem tudta, hogy ő mi. Mert ő úgy gondolta, hogy ő brit, közben pedig minden jel arra mutatott, hogy ő nem brit, hanem pakisztáni. Az is nagyon érdekes azt tanulmányozni, hogy mondjuk az ilyen emigrációban élők nél a különböző generációk hogyan viszonyulnak a nyelvükhöz, nyelveikhez, nyelvmegtartáshoz, identitáshoz, stb. Itt látunk egy Ausztráliából hazajött fiatal, nem hazajött, hanem ő áttelepült Magyarországra, ugye a szülők mentek ki Ausztráliába, és itt magyarázza azt, hogy igazából magyarul itt tudott Magyarországon megtanulni, mert ott kint csak a családban használták a magyar, tehát ez teljesen természetes, hogy ahogy a gyerek nő, és egyre több időt tölt házon kívül, úgy nyilván egyre kevesebb az input a magyarból, egyre több a többségi nyelvből, és a többségi nyelv válik dominánsá. De az apa azért küzd, hogy a magyar megmaradjon, és hát ugye ezt az apjának köszönheti, hogy egyáltalán annyit tudott magyarul, amennyit tudott. Sokszor olvastatott velünk könyveket magyarul, meg naplót kellett írni neki magyarul, és mindig megnézte, kijavította a nyelvtani hibákat. Tehát ez nem biztos, hogy kell, de mindegy. Tehát így látjuk, hogy az első generáció az küzd azért, hogy a második generáció megőrizze a nyelvét. És ugyanezt mondja a pakisztáni brit is, hogy ugye ott is az első generációs emigránsok között az állandó téma az volt, hogy hogyan lehet megmenteni a kísértéstől ezeket a szerencsétlen gyerekeket, akikre a brit társadalom valamilyen módon hat. Tehát, hogy megmaradjon nekik a pakisztáni identitásuk. Na és akkor ezzel szemben megnézzük, hogy mit csinál a második generáció. Röviden összefoglalva a pakisztáni, alig várta, hogy elkerüljön egyetemre Manchesterre, Lutonból, és ott aztán fölvehette a kortbársony Jackie-ét meg a gatyáját, meg akkor kitűzhette a kitűzőt, meg Lenny Kravitzt hallgathatott, meg tehát sok minden olyat csináltott, ugye, amit otthon el se tudta képzelni, meg a család, meg végképp nem. És hogy emlékszik, amikor kötelességből bizonyos időközönként, nem olyan nagyon sűrűn, egyszer egy hónapban, igen, hazament, és akkor úgy, az apja, ahogy elképedve nézett rá, hogy te mi a francot csinálsz te magaddal, hát mit bohóckodsz itt össze-vissza, ugye? Tehát, hogy ez nem hozza közelebb az apát meg a fiút egymáshoz, és a két identitás se hozza közelebb egymáshoz. Tehát ő neki örökös problémája volt ez, hogy nem tudta megmagyarázni az apjának, hogy ő benne mi zajlik. Holott teljesen természetes körülmények között ő egy két nyelvű, két kultúrájú egyénként nőtt fel. Itt is például, hogy ő soha nem beszélt, tehát hogy otthon soha nem beszéltek angolul, független attól, hogy mindenki beszélt angolul, de csak az urdut lehetett használni. Na, ez egy magyar példa, amerikai szülők, illetve magyar szülők emigráltak az Egyesült Államokba, ott született két fiú, és megint csak ugyanaz a minta, hogy addig, amíg a gyerekek picik, addig otthon csak magyarul beszéltek, és csak magyar ételeket, és próbálták őrizni a magyar identitást. És aztán a fiúk, ahogy elkezdtek iskolába járni, és egyre kevesebb időt töltöttek otthon, egyre jobban hatott rájuk az amerikai társadalom, és középiskolás korukra a szülők kétségbe estek, és úgy döntöttek, hogy el kell vinni a gyerekeket ilyen magyar iskolába, hétvégi magyar iskolákba, ugye, ahol népi tánc. Népi tánc, meg mindenféle ilyen magyar csürdöngölös dolgok vannak, és ezek az amerikai tinédzserek, amikor meglátták, hogy itt magyar ruhába táncoltak, és ahogy a magyar tánc, és én és az öcsém, az nem lesz, nem, azt mondtam apámnak és anyámnak, azt hiszed, hogy én ebbe az iskolába megyek, komolyan mondtam neki, hogy én nem megyek ebbe egy percig,
Szóval visszamegyünk a másik régi iskolámba, és hagyjuk ezt, tudod? Ilyen magyar, aki táncol, én nem akarok semmit róla, tudod? Természetellenes. Tehát az amerikai középiskolás korosztályt bevinni egy magyar táncházba, ott a... Van gyerek, aki fogékony erre, de van, aki nem. Ez a fiatalember nem volt fogékony rá, ettől függetlenül 26 éves korában úgy döntött, hogy áttelepül Budapestre, és azóta itt él, és nagyon szereti a magyarokat, és semmi baja nincs. Tehát ugye ez nyilván egy ilyen lázadás. És igen, tehát legfeljebb nincs rajta fehér bőgatya, és nem tánc, nem csapkodja a bokáját. Jó. Tehát a kétnyelvűségnek nagyon sok előnye van, azok mellett, amikről egyébként mindenki tud, meg mindenki józan észre végig tudja gondolni, hogy olvashatunk irodalmat eredetibe, kinyílik számunkra a világ, stb. Ezen kívül olyan fiziológiai előnyök is vannak, hogy ezek az MR kutatások megmutatták már azt is, hogy a két és több nyelvűeknek az agyi szervezettsége más, mint az egynyelvűeké, mert az agy vér és oxigén ellátottsága nagyobb, és ettől az idegi kapcsolatok sokkal hatékonyabbak. Láttuk az elején azokat az agyi ábrákat, hogy mekkora részét használjuk az agyunknak akkor, ha csak egy nyelven beszélünk, és mekkorát, hogyha két vagy több nyelven. És ennek köszönhetően jó hír az idősödő generációnak, csökken a demencia és az Alzheimer, tessék? De bármikor el lehet kezdeni, tehát egy második nyelv elsajátítása bármelyik életkorban megkezdhető, az abban a pillanatban elkezdhatni az agyi aktivitásra, és ki tudjuk tolni a demenciát 5 évvel, és az Alzheimer kórosok is 5%-kal kevesebben vannak a kétnyelvű populációban, mint az egynyelvű populációban. Majd azt még tovább folytatjuk a következő alkalommal, majd elmondom, hogy mi van a több nyelven, igen. És ami pedig a gyerekkori kétnyelvűségre vonatkozik, de ez is érvényes, mondom, életünk végéig, de ami a gyerekeknél egyértelműen kimutatható, hogy a szürkeállomány sűrűsége az megnő, akkor, és ugye tudjuk, hogy a szürkeállomány a tanuláshoz, információfeldolgozás, elsajátítás, stb. Nagyon fontos. Tehát azoknál a gyerekeknél, akik 5 éves koruk előtt kezdték meg a második nyelv elsajátítást, tehát érdemes a gyereket vagy az unokát kétnyelvűvé nevelni. Itt azt látjuk a felső ábrán, hogy van egy pozitív korreláció a szürkeállomány sűrűsége és a nyelvtudás szint között. Tehát gyönyörű szépen, minél jobban tudjuk a nyelvet, minél magasabb a nyelvtudás szintünk a másik nyelvbe, annál sűrűbbé válik a szürkeállományunk. Illetve az alsón pedig azt látjuk, hogy egy negatív korreláció a szürkeállomány sűrűsége és az életkor, tehát hogy a másik nyelv elsajátításának a megkezdése között, nyilván ez is egyértelmű. A kétnyelvűség kognitív előnyei szerintem nem kérdés, van, aki megkérdőjelezi egyébként, de mert azt mondja, tehát van, aki azt mondja, hogy ha valaki elkezd csakkozni, vagy elkezd zongorázni, vagy bármilyen tevékenységet végrehajtani, akkor az ugyanúgy edzi az agyat, és ugyanúgy megtörténnek ezek a jótékony hatások. És erre Ellen Bialystok, aki egyébként leginkább foglalkozik ezekkel a kétnyelvűség kognitív előnyeivel, egy nagyon jó példát mondott, ami nekem nagyon tetszik, szerintem ennél képletesebb nincs is. Egy valaki, mondjuk egy zongoraművész, ugye megtanult zongorázni, meg van ez a készsége, és mondjuk minden nap zongorázik 7 vagy 8 órát. Ugye? Akkor utána ezt abba hagyta, lecsukja a zongora tetejét, elmegy vásárolni, mos, gyereket nevel, mit tudom én, sok minden, amikor esetleg nem Schubert jár az ujjaiba. Tehát egy kétnyelvűnél nem lehet lecsukni a zongora fedelét. Tehát a kétnyelvűnél az összes nyelv, vagy a két nyelv, vagy a több nyelv, ahány nyelvet tud, az mindig ott van az agyban. És azt nem lehet, most, hogy na, most akkor nem foglalkozom a másik nyelvvel.
Ilyen nincs, az mindig ott van. Ha pedig ott van, akkor folyamatosan arra készteti az egyént, hogy állandóan tréningezze az agyát, hogy a jó nyelven szólaljon meg, ne váltson kódot, szabályosan, helyesen mondja, úgyhogy megértsék. Tehát ez egy olyan extra teher, tréning az agynak, ami hát összehasonlíthatatlan az egynyelvűvel kapcsolatban. Egyébként pedig itt vannak az előnyök még felsorolva, ami ugye a kiejtésben nyilván minél korábban sajátítja el valaki a nyelvet, annál sikeresebb lehet az akcentusmentes elsajátítás. Nyilván valaki már három nyelven beszél gyerekkorában, akkor annak nem fog olyan nagy problémát okozni a negyedik meg az ötödik nyelvet megtanulni egy kicsit később. Jobbak az intelligencia tesztekben is, az abstraháló képességük is jobb, sokkal flexibilisebben gondolkoznak. A felnőtt korban nyilván a nyitottság, a jobb munkalehetőségek, az érvényesülés, ezek mind-mind pozitív hozadékai a kétnyelvűségnek, és időskorban nem győzöm hangsúlyozni, amit az előbb is mondtam, tehát 5 évvel későbbre kitolhatjuk a demenciát, és az Alzheimer kort is elkerülhetjük 5%-kal. Köszönöm szépen a figyelmet!